Üdvözlöm a köztér extra nézőit, a stúdióban pedig köszöntöm Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Ugye a Kindrilnél járt, onnit érkezett hozzánk néhány perccel ezelőtt. Mi volt a látogatás célja? Köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra itt lehetek. Ugye a Kindrill egy korábbi IBM cég, az IBM-től váltak le kifejezetten az IT szolgáltatásokra Fókuszáló ágazatot vették külön gyakorlatilag. Így bár a név új, de azért mégis egy 25 éves jelenlét köthető ehhez a funkcióhoz itt Székesfehérváron. A kindrill korábban megállapodtunk abban, hogy egy kormányzati támogatásra egy jelentős beruházást hajtanak végre. Itt Székesfehérvárót 26 milliárd forintos beruházásról beszélünk. 6,6 milliárd forintos kormányzati támogatást adtunk mi mindehez, és így 300 új munkahely jött létre itt Székesfehérváron. Ráadásul közülük 150 munkahely kifejezetten magasan kvalifikált, lehetőleg egyetemi végzettsége rendelkező, több nyelvet beszélő ember felvételére vonatkozott. Azért fontos ez a beruházás, mert a szolgáltató központokat kifejezetten megtépázta a világjárvány. Az ilyen nagy szolgáltató központokban nagy közös irodákban dolgoznak az emberek, ezért nagyon komoly korlátozásokat kellett bevezetni, nyilvánvalóan a munkavégzés szempontjai volt, hogy otthonról dolgoztak. Úgyhogy ez a beruházás most világosan megmutatta, hogy Magyarország továbbra is vonzó ezen vállati beruházások iránt. Nem is csoda, hogy ma Magyarországon már 156 ilyen szolgáltatóközpont működik, és ők több mint 70 ezer magyar embernek, alapvetően több nyelvet beszélő diplomás magyar embernek adnak munkát. És a tudom, 2021-ben is nagyon sokat köszönhetünk ennek a szektornak, ezért fontos ennek az ágazatnak a kormányzati támogatása. Ugye a szolgáltató szektorok ágazata jelenti a fő vonzerőt a, a diplomás, több nyelven beszélő fiatalok Magyarországon tartásához. Ugyanis itt egy viszonylag jó fizetést kapnak, egy jól előre jelezhető előrelépési, pályájuk van, idegen nyelvet használhatnak. Ma Magyarországon ezek a központok már kifejezetten bonyolult, összetett, tehát magas kvalifikációt igénylő feladatokat látnak el, úgyhogy a, a tavalyi évben is rekordot döntöttünk, 15 ilyen szolgáltató központ létrehozásáról született döntés Magyarország vonatkozásában. Majdnem 2500 új munkahelyet jelentenek ezek a, a beruházások, úgyhogy megyünk tovább. Természetesen a, a 15 beruházás és a rekord, beruházási rekord ebben az ágazatban hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi esztendőben a magyar gazdaság rekordévét ünnepelhettük. Többek között a legnagyobb növekedés és a legtöbb beruházás rekordja is megdőlt Emellett pedig soha annyit nem exportált a magyar gazdaság, mint tavaly, és soha annyian nem álltak munkában Magyarországon, mint tavaly. És nagyon optimisták voltunk 2021 végén, viszont itt vagyunk 2022 elején, és ugye az évszázadok, hogyha visszanézünk, akkor így látjuk, hogy igen, voltak háborúk, voltak különböző járványok, éhénység, amelyik Európa lakosságát tizedelték, de azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben, a hidegháború végeztével arra, arra számítottunk mi, európai emberek, hogy ilyennel már nem kell szembenéznünk, és tényleg tulajdonképpen a, a GDP növekedés, a kérdés az, hogy milyen életszínvonalon tudunk élni, a gyerekeink, unokáink milyen életszínvonalon tudnak élni. Most azonban az elmúlt két évben gyökeresen megváltozott az életünk, ugye világjárvány, ezzel párhuzamosan, kinek kevésbé, kinek jobban érezhető gazdasági világválság, és akkor most itt van az orosz-ukrán konfliktus, az orosz-ukrán háború, mi lesz az új világrend? Mire kell nekünk, európai embereknek készülnünk a következő pár évben, évtizedekben? Nézd, én is azt gondolom, hogy a mi nemzedékünk jogosan várta azt, hogy soha olyan, öh, öh, olyan válságokat, háborúkat ne kelljen megélnünk, mint amilyeneket meg kellett élni a szüleink, vagy éppen nagyszüleink nemzedékének. Ezt a naívnak bizonyult reményünket törteketté a háború Ukrajnában. A helyzet az az, hogy nyilvánvalóan megváltozik az európai élet, hiszen a kontinens keleti és nyugati felének együttműködése az gyakorlatilag egy időre el, el lehetetlenül, de itt a legfontosabbak a biztonsági kockázatok. És azok az országok, amelyek szomszédos országok Ukrajnával, így Magyarország is különleges biztonsági kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. Ugye egy szomszédos ország számára mindig különleges kockázatot jelent a háborúba történő belesodródásnak a veszélye. Ezért el kell kerülni minden olyan lépést, minden olyan döntést, amelynek lehetséges következményei között ott van a belesodródás lehetősége a, a háborúba. Ezért is nem küldünk katonát, nem szállítunk fegyvert, és nem engedjük a fegyverszállítmányokat keresztül Magyarországon. Ugye nagy nemzetközi nyomás alatt állunk, mert, mert sokan követelik tőlünk azt, hogy szállítsunk fegyvert, meg hogy engedjük át a fegyverszállítmányokat, de ezekkel mind-mind kockáztatnak a belevonódásunkat, a belesodródásunkat a háborúba. Ezért ugye úgy döntöttünk, hogy, hogy kitartunk ezen álláspontunk mellett, se katona, se fegyver, se fegyverszállítmányok. Ja, sajnos Magyarországon vannak kettő eltérő álláspontok, tehát a baloldal és annak vezetői világosá tették, hogy ők teljesítenék az ide vonatkozó követelményeket, tehát ők szállítanának fegyvert is, meg át is engednék a fegyverszállítmányokat is. Ezen nagyon veszélyes, ezt meg kell akadályoznunk, és ezt csak úgy lehet megakadályozni, hogyha a Fideszre szavazunk, mert a Fidesz kormányzás biztosítja a békét és a biztonságot, és mi adjuk a garanciát arra, hogy Magyarország ebben a háborúban, ami a szomszédban zajlik, nem sodródhat bele. Ja, nagyon érdekes, mert múlt héten, hogyha jól akkor Washingtonból jelentkezett be, New Yorkba. a New Yorkból, így a, a közszolgálati tévében, és ott volt egy fél a végén, hogy nem sodródik bele Magyarország, nem sodródhat bele, hogy Magyarország a háborúba, ameddig csak lehet. Ezt nem ön mondta, de hogy ez volt egy ilyen végkicsengés ennek a gondolatnak, ez, ez jelenthet bármiféle veszélyt ránk nézve? Nézem, ha a szomszédban van a háború, akkor az nyilvánvalóan minden percében biztonsági kockázatot jelent. Ezért a lehető legjobban le kell zárni azokat a lehetőségeket, amelyek Magyarország háborúba történő belesodródását kockáztatják. Hogyha ha eleget tennénk a baloldal felvetésének és katonákat küldenénk a háborúba, azonnal belesodródnánk a konfliktusba. Hogyha eleget tennénk az ukránok követelésének és a magyar ellenzék követelésének, akkor szállítanánk fegyvereket, azonnal kockáztatnánk a belesodródás lehetőségét. Ha eleget tennénk a követelményeknek, és ha a baloldal kormányozna, akkor átengednénk a fegyverszállítmányokat Magyarország területén elképesztő veszély. Tehát eh, nekünk az a feladatunk, hogy a lehető, rizik, a lehető minden szóba és számba vehető rizikót, azt gyakorlatilag a nulla felé eh, csökkentsünk. És ezekkel a döntésekkel garantálható, hogy Magyarország nem sodródik bele a háborúba. Természetesen meg kell védeni ehhez magunkat szükség esetén a Magyar Honvédségnek ezért megfelelő erői eh, csoportosulnak most eh, a keleti határnál, tehát Magyarország ezekkel az intézkedésekkel meg tudja védeni magát. Magát, és el tudjuk érni, hogy Magyarország nem sodródik bele ebbe a háborúba. Ha a baloldal kormányozna, ez másként lenne, mert ha a baloldal kormányozna, akkor Magyarország azonnal bele sodródna a háborúba, mert olyan döntéseket hoznának, amelyek ezt a helyzetet állítanák elő. De amíg mi kormányozunk, addig nem sodródunk bele a háborúba. És héten volt NATO csúcs, Európa tanács és enszülés, és ugye a magyar delegáció mindenhol úgy érkezett, hogy Ugye nem támogatja az ukrajnai légtérzárat, illetve hogy az Oroszországból érkező energiahordozók korlátozásait. Mit lehet tudni ezekről a döntésekről, ezeknek a döntéseknek a hátteréről? Ami a légtérzárat illeti, az nem jelent más, mint légi háborút. És a légtérzár az azt jelenti, hogy a NATO repülőgépeinek meg kellene akadályoznia az orosz gépeinek berepülését Ukrajna fölé. Nyilvánvalóan az orosz légierőgépei be akarnak repülni Ukrajna fölé, és hogyha ebben a NATO gépei meg akarnak akadályozni, akkor abból háború lenne a levegőben. ugyanígy az úgynevezett békefenntartó misszió beküldése, Ukrajnába is háborút jelentene, csak az meg a szárazföldön, mert mindaddig, amíg nincs béke, addig nem lehet azt fenntartani, tehát addig minden csapatnak a beküldése az háborús kiterjedés kockázatát viseli magán. Ezért szerencsére a NATO is azt az álláspontot képviseli, amit mi magunk, magyarok, tehát a NATO álláspontja az teljes mértékben egy irányba mutat a magyar nemzeti érdekkel, amely úgy szól, hogy a NATO nem vállalja a légtérzárnak a létrehozását, nem nem küld katonákat, mint szövetség, és nem küld fegyvereket, mint szövetség ebbe a háborúba. És az a fő célja a NATO-nak, és mi ezzel is egyetértünk, hogy közvetlen konfliktus, közvetlen háborús összeütközés a NATO és Oroszország között ne jöhessen létre. És mindaddig, amíg ez a pozíció fennmarad, addig a NATO pozíciója egybeesik a magyar nemzeti érdekkel. Ami az Oroszországból származó energiahordozók szállítását illeti, hogyha, hogy ezeknek a, az energiahordozóknak, mint a gáznak, földgáznak, vagy a kőolajnak a az Európában Magyarországra szállítását leállítanák, akkor az a magyar gazdaság leállásával járna. Nem lenne fűtés, nem lenne ipar, nem lennének munkahelyek. Ez rendkívül veszélyes Magyarországra a nézvést. Azt senki nem várhatja tőlünk, hogy a magyar emberekkel fizetessük meg a háborúnak az árát. Ezért folyamatosan azt az álláspontot képviseljük, hogy Oroszországból Magyarországra vagy Európába irányuló energiahordozó szállításokat nem szabad korlátozni. Ugye az Európai Unió tagállamainak vezetőinek a eddigi, tehát az eddigi szankciók, ugye Oroszország szembeni szankciók, azok gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen, konszenzus alapján történtek. Vannak azonban olyanok, akik ugye további szankciókat szeretnének, hogy bevezessenek az Európai Uniós tagállamok, hogy Oroszországgal szemben ebben mi a magyar kormány álláspontja? Nézze, mi minden, minden egyes javaslatot megvitatunk. És eddig, amíg amilyen döntéseket hozott az Európai Unió ebből a szempontból, azokat mi nyilvánvalóan támogattuk. De azt senki nem várhatja tőlünk, hogy Magyarország energia ellátásának biztonságát kockára tegyük. Ezért olyan javaslatot egészen biztosan nem fogunk tudni támogatni, amely vagy a kőolaj, vagy a földgáz Magyarországra történő szállítását csökkenteni, korlátozná, akadályozná, ezáltal kockáztatná Magyarország energiállátásának biztonságát. Aránytalanul nagy terhet nem vagyunk hajlandók viselni, és nem vagyunk hajlandók elfogadni azt sem, hogy a magyar emberekkel bárki meg akarná fizetni ennek a háborúnak az árát. Ugye a, a gáz. 85%-át a kőolaj esetében, pedig a 65%-át biztosítja az orosz export, a németek esetében ez 40%, ami Oroszországból érkezik. Ugye a földgáz esetében van-e a háború miatt bármiféle fönnakadás ennek a, a szállításában? Nem mindedig, mind a kőolaj, mind a földgáz szállítása Magyarország irányába a szerződéseknek megfelelően történt minden nap Annyi földgáz és annyi kőolaj érkezett a kijelölt vezetékeken, amennyit a szerződéseink tartalmaztak. Az orosz szállítók többször világossá tették, hogy szerződés szerint teljesítenek. Én ezt vissza tudom önnek igazolni. Szóval a helyzet az az, hogy nem egy magyar specifikus jelenségről beszélünk, hanem ez egy európai jelenség. Európában éves szinten 400, 000, vagy 400 milliárd köbméter gázt használ, földgázt használnak fel. 400 milliárd köbméterből olyan 170 milliárd köbméter érkezik Oroszországból, tehát ez egy ilyen 42-44 százalék közötti importarány Oroszországból, tehát ez nem egy olyan dolog, amit így napról napra le lehet cserélni. Ugye hallható, hogy az amerikaiak vállalnának 15 milliárd köbméternyi, Cseppfolyósított gázszállítás, de hát az egy tizede Sincs annak, ami kiesne akkor, hogyha az Oroszországból irányuló földgázszállításoknak az útját elvágnánk. Ugye Magyarország esetében sem úgy alakult ki ez a helyzet, hogy volt három opciónk, és mi direkt az oroszt választottuk, hanem ez, ez, ez egy a földgázszállítás, vagy a kőolajszállítás az nem politikai kérdés, nem kommunikációs kérdés, nem ideológiai, és pláne nem filozófiai kérdés. Kőkemény fizikai kérdés. Két dolog kell a szállításhoz. Forrás, tehát vagy gáz, vagy kőolaj, meg a vezeték. És hogyha a kettő közül legalább az egyik nincsen, akkor nincs miről beszélni. És mi magyarok elvégeztük a házi feladatunkat, mert a hét szomszédos országból hattal összekötöttük a földgázvezetékeinket, a földgázvezeték rendszereinket, tehát mi tudnánk bárhonnan venni földgázt, hogyha lenne egy földgázforrás. De mivel olyan helyen élünk a világnak, ahol más megfizethető földgázforrás ekkora mennyiségben nem áll rendelkezésre, csak Oroszországban, ezért a realitásokat, azokat el kell fogadnunk. Ez akkor azt jelenti, hogy a következő években mi nagyon nehezen tudnánk. Elszakadni az orosz gáztól, hiszen ha ez a háború tart, akkor nyilván egyre nagyobb lesz a, a, a nyomás az európai országokon, hiszen ön is említette, hogy azért 40% fölötti a, a, a kitettség, és hát nyilván akkor, akkor a, a mindenkori magyar kormányon is lesz egyfajta nyomás, hogy valahogy el kell szakadni. Hát ez most vagy lesz nyomás, vagy nem, nyoma, vagy nem lesz nyomás, ez nekünk hogy mindegy, ez minket sose érdekelt, hogy külföldön mit gondolnak rólunk, meg milyen nyomást gyakorolnak ránk nekünk egyetlen dolog számít a nemzeti érdeknek az érvényesítése. Itt tettünk az adócsökkentésekkor, itt tettünk akkor, amikor a nemzeti tulajdonba kerültek stratégiai ágazatok, így tettünk akkor, amikor megállítottuk a migrációt, itt tettünk akkor, amikor nem voltunk hajlandók elfogadni azt, hogy a vakcina az politikai döntés jelentene egyúttal, itt tettünk akkor, amikor a világjárvány követő gazdasági válságban nem a munkanélküliséget, hanem annak a megelőzését finanszíroztuk, és most is így teszünk, amikor mindenki nyomást ránk, hogy szállítsunk fegyvert. Nem szállítunk, nyomást ránk, hogy engedjük át a fegyver szállítmányokat. Nem engedjük át őket, nyomást gyakorolnak ránk, hogy ne vegyünk gázt Oroszországból, nem tudunk mit tenni, onnan veszünk gázt, mert ott van. Tehát nekünk a nemzeti érdek számít. Az, hogy mikor lennének velünk elégedettek külföldről, az különösebben sose érdekelt minket. És van talán a háborúnak a legsúlyosabb kérdése, ugye maga a menekült válság, az, hogy minden nap emberek halnak meg, és emberek, emberek elhagyni a hazájukat. Köztük ugye vannak ő, magyar emberek is Kárpátaljáról. Hogyan milyen módon tudja segíteni a magyar kormány ezt a menekült válságot, hogyan tudja kezelni? Először is létrejött egy fantasztikus összefogás Magyarországon, hiszen magánszemélyek, önkéntesek, civil szervezetek, egyházi szervezetek, jótékonysági szervezetek és maga az állam, a kormány, az állami intézmények példáson működnek együtt amelynek következtében mindenkit el tudtunk látni, aki eddig bejött Magyarországra, és ez így lesz a jövőben is. Mindenkinek tudunk ellátást biztosítani, mindenkinek tudunk szállást biztosítani, és akik hosszabb időre jönnek, nekik tudunk munkát is biztosítani. Mert munkából élni mindig sokkal jobb, mint segélyből, és igaz ez a menekültekre is. Tehát kialakítottuk annak a rendszerét, hogy hogyan ösztönözzük a munkavállalókat, a menekülteket arra, hogy ha hosszabb távon itt maradnak, akkor munkát vállaljanak, és hogyan segítünk a vállalatoknak abban, hogy menekülteket alkalmazhassanak. Arról van-e valamiféle fajta számítás, hogy hány kárpátai magyar számít most ránk, vagy számít majd ránk a következő hetekben, hónapokban, és reméljük, hogy minél rövidebb ideig tart a háború. Hát ez a konkrét számunk erről nincsen, nagyjából egy 160-170 ezres magyar közösség élt, él Kárpátalján közülük, jó néhányan természetesen átjöttek, barátoknál, ismerősöknél tartózkodnak, őszintén reméljük, hogy előáll minél hamarabb egy olyan helyzet, hogy béke lesz akár egész Ukrajnában. Kárpát aján hál' Istennek a biztonsági helyzet jó egyelőre, reméljük ez így is maradt többek között, ezért sem szabad fegyvert szállítani át a magyar-ukrán határon, mert ha magyar-ukrán határon szállítanánk át fegyvert, akkor az egy ideig óráig egészen biztosan Kárpátalja területén tartózkodna, és ott mint egy megsemmisítendő katonai célpont jelenne meg a háborús ellenségnek a monitorján, amit szerintem el kell kerülni. Hát ezt, talán ezt igazolja is, hogy a Biden elnök megjelent a Lengyel határnál, és viszonylag ahhoz közel azonnal rakéták csapódtak be. Hát nézem, nekünk Magyarország biztonsága az első, és mi szeretnénk, hogyha Magyarország és a magyar közösség a világ minden táján biztonságban lenne. És mi minden döntést ennek rendelünk alá. Végezetül az utóbbi időben, ugye sajnos, most azt kell mondjuk sajnos, kevesebb szó esik a koronavírus járványra, a Covid-ről, ugye, abban bízunk, hogy azért eltűnik, elmúlik, de például azt látjuk, hogy, hogy, Európában vannak országok, akik a szigorítás mellett döntenek, döntöttek például Ausztria, mi mire számíthatunk a következő hetekben, hónapokban, mi a kormány álláspontjában az ügyben? Ja, szerencsére mi tavaly megvívtuk az ezzel kapcsolatos vitákat, és biztosítottuk az oltóanyag rendelkezésére állását a magyar emberek szám, rendelkezésre állását a magyar emberek számára már tavaly tavasszal. Tehát gyorsan tudtunk oltani, európai leggyorsabb oltási kampányát tudtuk végrehajtani. Ennek eredménye az lett, hogy viszonylag hamar előállt a magas átoltottság Magyarországon, ezért aztán mi nyilvánvalóan védettebbek vagyunk azoknál az országoknál, ahol később oltottak, vagy kevesebb ember tudtak. Beoltani segítünk is másoknak, már eddig 6 millió adag oltóanyagot adtunk olyan országoknak, ahol alacsonyabb az átoltottsági szint, és egyébként felálljuk azonnal az oltást azoknak a menekülteknek is, akik beérkeznek Magyarország területére, de nincsenek beoltva. Miniszter úr, köszönöm szépen, és várjuk legközelebb is. Köszönöm, hogy itt lettem, viszontlátásra. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a köztér extra